A rendezvény középpontjában kizárólag a magyar népmese áll. Immár 6. éve, hogy a Szabadkai Városi Könyvtár a Magyar Népmese Napja alkalmából Benedek Elekre emlékezve játékos vetélkedőt szervez a szabadkai és környékbeli kisiskolások részére. Nagyon szeretik a népmeséket még ma is, annak ellenére, hogy hódít a kompjúter, a tévé világa, sokat olvasnak továbbra is meséket, köszönve a nagyszüleiknek talán, vagy a szüleiknek, akik már kiskorukban erre rászoktatták őket. A vetélkedőn bebizonyosodott, hogy a gyerekek előszeretettel olvasnak népmeséket. A magyar hagyományi népmesék azok annyira úgy néha meghatóak, néha viccesek, úgyhogy nekem inkább azok jobban tetszenek. Mert az újabbak azok már szörnyekről, meg ilyenekről szól, az ilyen nagyon kitalált mesék, és azért nem tetszik annyira. A vetélkedőn az ügyesség, a találékonyság mellett természetesen tudásra is szükség volt. A kisdiákok frappáns válaszai bebizonyították, hogy a mai fiatalokat nem csak a modern technológia vívmányai érdeklik, hanem igen jártasak a népmesék világában is.